Balassagyarmat jelenlegi gazdasági pozíciói a 20. század eseményei szabták meg. Trianoni alapvetően Balassagyarmat egy régió központi város volt, amely elsősorban közigazgatási feladatokat látott el, mint megyeszékhely. De ugyanakkor a 14. század óta vásáros hely volt, és ez alapvetően egy török időszak kivételével meghatározta, hogy kereskedelmi centrum, kereskedelmi város. Ehhez hozzájárult egy olyan multikulturális etnikai viszony, ami révén kereskedelemmel foglalkozó etnikumok meghatározott voltak a városban.